Hatházi Ákos múlt pénteken kiköltözött a Kunigunda utcába, egy hétig egy sátorban lakott az MTVL székház előtt, fogadóórákat tartott, illetve benyújtott egy törvényjavaslatot, amiben korlátozná az állami pénzek propagandára való felhasználását. Ezen kívül a mostani napra, tehát péntekre blokkádot hirdetett az MTVL székház előtt. Úgy látom, nem jönnek. Még nem jönnek, akkor ha nem jönnek, akkor el kell mondani neki, hogy ha bent maradnak, akkor mi a feladatuk. Tehát, hogy mi az a közszolgálatiság. Azt ígértük a beharangozóban, hogy ha elegen leszünk itt, akkor benne leszünk a tévében. Írtam elég sok papírt, volt időm gondolkodni, de tulajdonképpen félretehetném, és elég lenne egy egészen friss tudósítást felolvasni. A Telexnek a tudósítását, aki azt mondja, az M1 híradója részletesen beszámolt az épületek előtt zajló tüntetésről. Eközben pedig beolvasták a pedagógusok és a diákok követeléseit is. Nagyon sok téma felmerült itt a színpadon is, amik aktuális témák. Ön mégis az MTVL székház előtt sátrazott egy hétig, és nyilván a blokkádot is ide szervezte. Hogy miért a közmédia kérdése a legfontosabb ön szerint jelenleg? Azért, mert bármilyen ügyben bárki tiltakozik, annak annyi esélye van, vagy attól függ az esélye, hogy mennyire látszik az a tiltakozás. Muszáj ezzel foglalkozni, muszáj a rendszer lényegével foglalkozni, és nyilvánvalóan most is erre akartam fölhívni a figyelmet. Bocsánat, itt egy érdekes dolog van. Bettina ezredes merre van? Vagy a ezredes? Jó napot kívánok, Hatházi Ákos vagyok, országgyűlési képviselőt szeretnék itt átadni. Az államműködési szempontjából kiemelt fontosságú létesítménnyel vagyunk, úgyhogy egyetlen egy bejáratot biztosítanunk kell. Biztosítani fogjuk, csak elsétálunk előtte. A kés bejárás, úgyhogy itt én ezt most lezártam, intézkedtem itt az utca zárására. Jó, akkor én átmegyek, képviselő vagyok, átlépek, jó? Köszönöm szépen, akkor én ne fogom zárni. Köszönöm. Én oda megyek az ajtóba, egészen biztos be fogják zárni. A bojkott megvalósul így is, higgyék el. Ahol én megjelenek, akkor bezárják az ajtót. Ne jöjjenek át. Békés. De egy másik kapuk is. Békések vagyunk. Higgyék el, hogy megvalósul azzal, hogy én oda megyek. A követelések között volt Papp Dániel leváltása a vezérigazgatói pozícióból. Ön úgy gondolja, hogy egy-egy személyi változás, érdemi változás hozhat egyébként a köztelevízió működésében? Az igaz, az az elf, vagy az az állítás, hogy ugye nem Papp Dániel az igazi döntéshozó, hanem Rogán Antal, tehát Papp Dániel egy végrehajtó. De mégis az MTVL csinálja a műsorokat, és nyilvánvaló, hogyha ennek az igazgatója egy konszenzusos igazgató lenne, egy olyan igazgató, amelyikben az ellenzék és a kormány is meg tud egyezni, akkor természetesen nem az lenne, hogy 4 éven keresztül nem mehet be ellenzéki politikus, ellenzéki vezető politikus az intézményben. Ez egy nagyon egyértelmű követelés, nyilvánvaló, hogy az ő személy egyébként önmagában is sértés, tehát ahogyan ő azzal kezdte a pályafutását, hogy lebukott egy konkrét hírhamisítással, és ennek utána megmerték őt tenni ezért az igazgatónak, az önmagában is sértés a magyar állampolgároknak a sértése. Azt kell jól érteni, hogy bármilyen ügyben indul ebben az országban tiltakozás, csak akkor győzhet, hogyha a kormány propagandát is le tudjuk győzni, és hogyha meg tudja mutatni, hogy mit akar, el tudja mondani az embereknek jelen pillanatban, el tudja mondani körülbelül 2 millió embernek, azok, akik tudatosan az igazi híreket keresik, de azok, akik például a pártállami propagandát nézik, azok a 65 000-es gyönyörű tüntetésről, amit senki nem buszoztattak, nem küldtek polgármesterek embereket, annyit látott csak, hogy Császár Attila vezető szerkesztő elmondja, hogy ez nem méltó a október 23-ai tüntetéshez, és hogy egyébként meg a Gyurcsány szervezte. Ha a közmédiában az igazgatót elmozdítják, és konszenzusos igazgató van, az az igazgatónak joga lesz olyan szerkesztőket választani, aki nem engedi meg magának, hogy így tudósítson arról az intézményről. És hogyha egy konszenzusos igazgató lesz, akkor bármit szól a tóni, hogy most ezt kéne bemondani, vagy azt kéne bemondani, az a konszenzusos igazgató
igazgató azt fogja mondani, hogy Tónikám, rendben van, elmondom, amit szeretnél, de utána megkérdezem az ellenzéket is, és azt is be fogják mondani. Hogyha behívnák mondjuk a mai eseményekkel kapcsolatban a köztévéhez, bemenne interjút adni? Igen, én azt javaslom minden ellenzéki kollégának, hogy menjen be. Nyilvánvalóan azt is megértem, hogy aki úgy dönt, hogy egy ilyen hívásnak nem tesz eleget, az nagyon jól tudja, hogy attól, hogy behívják, attól még az nem ezt jelenti, hogy korrekt, elfogulatlan televízióban vett volna részt. Ezt jól kell érteni. Ezzel együtt szerintem minden további nélkül megvannak azok a technikák, hogyha ott behívnak embereket, akkor igenis el lehet jutni olyan emberekhez, akiket tudom, hogy nehéz meggyőzni, de el kell kezdeni valahogy. És hogy természetesen, hogyha behívnak, akkor én is állok a rendelkezésre. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.